Laci, mivel várod ma a nézőket? Gólokkal, méghozzá nem akármilyen gólokkal, a tegnapi Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés találataival, valamint azokkal a gólokkal, amelyeket a női kézilabdarangodón láthattunk. Akkor izgalmas lesz ma este. Érdekes és izgalmas, persze. De előtte vezető híreinkről. Fehérvár iskolásai emlékeztek városszerte az 56-os forradalomra. A katonák ünnepi állománygyűlést tartottak a nemzeti ünnep alkalmából. Elindult a fűtés, nem fáznak már a vásárhelyi lakótelepen. Éjszaka Székesfehérváron vették őrizetbe a Kozma gyilkosság újabb gyanúsítottját. A férfit a Palotai úton ellenőrizték már a virradó éjszaka, ám nem tudta igazolni magát, és dulakodni kezdett a rendőrökkel is, akik megbilincselték. Erről is beszámolt Németh Kész Mónika, elsőként a Jó reggelt Fehérvár mai műsorában. Éjszaka Székesfehérvár piactéren vontak ellenőrzés alá rendőrök egy roverral közlekedő férfit. A személy azonban nem tudta hitelt érdemlően igazolni magát, és az általa bediktált adatok alapján a rendőröknek feltűnt, hogy a személy arca és a nyilvántartóban szereplő fénykép között eltérés van. Emiatt a járőrök közölték vele, hogy előállítják a kapitányságra. A férfi azonban ekkor megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, majd a rendőrök ruházatát többször megfogta, megcibálta és lögdösni kezdte el őket. Végül a járőröknek sikerült őt testi kényszer alkalmazásával a földre vinni és megbilincselni. Megemlékezéseket tartanak az 1956-os forradalom évfordulóján Székesfehérváron és Fejér megyében egyaránt. Reggel a Szent István Bazilika emlékkeresztjénél, délelőtt az 56-osok terén a Szabó Palotánál és a Magyar Király Szállónál emlékeztek Fehérváron az 53 évvel ezelőtti eseményekre. A Szent István Bazilika emlékkeresztjénél, a püspökség imádságos megemlékezésén az egyházak és a civil szervezetek képviselői, valamint a pártok és a politikai foglyok szövetsége is elhelyezte koszorúját. Emlékező beszédet mondott Spányi Antal megyés püspök, Bence András a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközösség vezetője, Somogyi László a Székesfehérvári Református Egyházközösség elnöke, illetve Vasvári Csaba a Vörösmarty Színház igazgatója is felszólalt. Az ünnepségen verset mondott Bobori Zoltán, a Szent István Művelődési Ház igazgatója. Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek csütörtökön Székesfehérváron az 56-osok terén. Az 53 évvel ezelőtti eseményeket fiatal diákok elevenítették fel. A forradalom kitörésének kezdetétől egészen az orosz hadsereg bevonulásáig részletesen elbeszélték a fontos történéseket. Idézetek hangzottak el Nagy Imre mártír miniszterelnök akkori beszédéből, a tüntető tömeg jelszavait ismét skandálták az előadók, érzékeltetve ezzel a forradalom hangulatát. Az ünnepi műsort követően a téren álló márványtáblához koszorúkat helyeztek el a város politikai pártjainak képviselői, sőt még egy kisfiú is elhelyezett egy szál virágot az 56-os hősök emlékének tiszteletére. Rendhagyó műsorral emlékeztek 56 hőseire a Ciszterci Szent István Gimnázium végzősei. A Magyar Királyi Szállónál tartott ünnepséggel épp a korukbelieket igyekeztek megszólítani. A szálló falán elhelyezett emléktáblát a város, a megye, a pártok és a társadalmi szervezetek képviselői is megkoszorúzták. Az önkényuralom helyett szabadságjogokat. Valamivel odébb a Szabó Palotához a belvárosi első István középiskola Bugát Pál tagintézménye hívta emlékezni a város lakóit. Az ünnepségen voltak, akik 53 évvel ezelőtt az akkor AVH központként üzemelő épület pincéjében raboskodtak. Csány Attila, a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Fejér megyei alelnöke 15 évesen került a hatalom kezére. Elfelejteni valóban nem lehet, de engem nem hatalmaztak fel azok a társaim, akiket kivégeztek, akiket felakasztottak, akiket agyonlőttek az utcán, hogy én megbocsássak helyettük. Én nem tudok megbocsátani.
háromszilabogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A háromszilabogók mellé tegyetek három esküvést, sírásba egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat te kicsi ország el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pesti utcán volt a vér. Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott állománygyűlést a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága. Dr. Horváth Miklós hadtörténész, egyetemi tanár, 56 őszére emlékező ünnepi gondolataiban kiemelte a magyar katonák és a polgárság egymásra találását a diktatúra megszüntetése érdekében. Benkő Tibor altábornagy a honvédelmi miniszter ünnepi parancsának felolvasása után elismeréseket adott át. Ünnepélyes állománygyűlésén köszöntötte az október 23-ai hősöket a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága. Akkor kiváló ismerője dr. Horváth Miklós egyetemi tanár a méltóság és az egység felelősségét emelte ki ünnepi beszédében. 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és politikai közösség, amelyben Magyarországnak ismét helye van. Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársak, Albert Camus íresé vált sorai. A legáltalán bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Horváth Miklós szemléletes példája, miszerint egész Európa ránk figyelt alig 50 esztendeje. Példa lehetett, mondta, minden ember, akik a diktatúrák felszámolásának időszakában hitet tettek a szabadságért. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket áldozták. Benkő Tibor altábornagy parancsnok az ünnepen kitüntetéseket, szolgálati érdemjeleket és jutalmakat adott át az arra érdemes hivatásos katonáknak. Megoldódott a vásárhelyi lakótelep fűtés problémáinak új ügye. Szerda este óta melegek a radiátorok azokban a lakásokban, ahol korábban a szolgáltató megszüntette a fűtést a felhalmozódott tartozások miatt. A több mint 7 millió forintos elmaradás kifizetését a számlákat rendszeresen kiegyenlítő lakók érdekében Székesfehérvár vállalta fel. Szerda este bekapcsolták a fűtést Székesfehérváron a vásárhelyi lakótelep 330 lakásában, amelyet a polgármester által kiadott közlemény is megerősített. A lakók felhalmozódott tartozását, több mint 7 millió forintot a városgondnokság fizette ki a szolgáltatónak. A lakóknak ezt vissza kell majd fizetniük, de részletes vizsgálat indul annak kiderítésére, hogy kik és milyen okok miatt nem fizettek a fűtésért. Voltak ugyanis olyan lakók, akik havi rendszerességgel fizettek a szolgáltatásért, a kialakult helyzet miatt azonban ők is fűtés nélkül maradtak. Cserpalkovics András fideszes képviselő a hét elején rendkívüli közgyűlés összehívására tett javaslatot az ügy megoldásának érdekében, amelyet meg is tartott a városképviselőtestülete. Ezután Brájer Éva, a terület önkormányzati képviselője, és dr. Bóka Viktor jegyző közösen tárgyaltak a szolgáltatóval a lehetséges megoldásokról, és szerda estére meg is született a megállapodás. Az EON-nal azért kellett leülnünk, mert az EON-tól megkérdeztük, nyilván szerettük volna bizonyítottnak látni, hogy mi az a pontos összeg, amivel a Stopping Hungária tartozik az EON-nak. Ezt a Stopping Hungária ügyvezető igazgatója tulajdonosa jelenlétében, az ő engedélyével megkaptuk ezeket a számokat. Ez pontosan ez az összeg, amely három összetevőből áll, egy magasabb, közel 7 millió forintos gázdíjtartozásból, illetve két villanyszámla tartozásból, ami szintén a fűtéssel van együtt, tehát összhangban. És ebből tevődik össze ez a 7,5 millió forintos nagyságrend. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy a jövőben szigorúan figyelni fogják az eseményeket, és azon lesznek, hogy többet ne fordulhasson elő hasonló eset Székesfehérváron. Az MSZP városi elnöke Márton Roland és Knizse Gyula frakcióvezető helyettes élesen bírált a mai sajtótájékoztatóján Szigli István és Csurgai Horváth József bizottsági elnökök
tegnap a távhő áfájával kapcsolatban elhangzott nyilatkozatait. Márton Roland elmondta, hogy a hődíjképlet egyszerű, a kormány döntése alapján a távhő áfája 18%-ról 5%-ra csökken, és ezzel a panellakásokban élők számlája akár 30 ezer forinttal is kevesebb lehet az egész fűtési szezonban. A politikus hozzátette, hogy a Széphő Zrt. És a fűtőerőműk közti külön megállapodás nem érinti a fogyasztókat. Knizse Gyula felhívta a figyelmet arra, hogy a 2007. november 29-i közgyűlésen Rockenbauer Lajos frakcióvezető javasolta, hogy az árképletben az áfa számszerűsítve szerepeljen. Ezt a javaslatot akkor a közgyűlés többsége nem támogatta, és Csurgai Horváth József sem szavazta meg. Mintegy 80 kereskedőnek biztosított lehetőséget 4 helyszínen koszorúk és mécsesek árusítására a Városgondnokság. A városi piacon kívül a Palotai úti szezonális piacon és a Liszt-Ferenc utca bejáratánál felállított faházakban is árusítanak koszorúk.